Nagy nyüzsgés volt szombaton a Kálvária úti iskolában. A hétvégén már 10-szer rendezték meg a hagyományos karácsonyi kirakodóvását és az ezzel egybekötött adventi gyertyagyújtást is. Egyik fő célja az, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az iskolához a szülőket is, hogy őnekik is legyen itt program, legyen betekintés az iskola életébe, kapcsolatot tudjanak teremteni a pedagógusokkal. A gyerekek feldíszítették az iskola karácsonyfáját is. Az első osztályosok saját kézzel készítették a díszeket, majd ezeket ők maguk aggatták fel a fára. Ez a pici fa, ahány szívet annyi kis szívből jövő szeretettel fogalmazkodni. Emellett volt kirakodóvásár is, ahol a saját kézzel készített termékek voltak a legnépszerűbbek. Szívesen dolgozom a természetes alapanyagokkal, nagyon szeretem a natúrszíneket, ezekből készítem a termékeimet, van, amit papírból készítek, textilből szeretek varni. A gyerekeknek a kis figurák tetszettek a legjobban. Gyerekeknek tetszenek a kis mikulások, nagyon szeretik a babákat, azokat szokták választani. A fiatalok az egész tornacsarnokot megtöltötték, volt, aki megunt játékait bocsájtotta áruba, más nagymamája segítségét vette igénybe. Én árulok gyöngyöket, amiket a mamám csinált, meg a másik mamám vart galambokat, meg karácsonyfadíszeket, meg tegnap csináltam öcsém mellett ilyen kis könyvecskét. Meg sütit. Én árulok karkötőket, meg pázsült árulunk, de inkább a karkötőket veszik. A Kálvária úti iskolában a hétvégén az első gyertyát is meggyújtották az adventi koszorún.